Házkutatást tartott a NAV Márkizai Péter mozgalmánál. Ezt a baloldal volt miniszterelnök jelöltje maga hozta nyilvánosságra. Azt mondta, a nyomozók előbb a Mindenki Magyarországa mozgalom könyvelőjéhez szálltak ki, majd a szervezet Budapesti irodájában jelentek meg. Márkizai Péter másfél évvel ezelőtt egy tévéműsorban beszélt arról először, hogy a baloldal több millió forintnyi dollárt kapott külföldről a kampányban, és még utána is. A mai reggel a NAV nyomozói előbb a Mindenki Magyarország a mozgalom könyvelőjéhez szálltak ki házkutatásra, majd pedig a Mindenki Magyarország a mozgalom budapesti irodájában jelentek meg. Márkizai Péter Kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai a Mindenki Magyarország mozgalom könyvelőinél és budapesti Alkotmány utcai székházában is házkutatást tartottak. Az állami számbevőszék február 20-án nyilvánosságra hozott részjelentéséből derült ki, a baloldali pártok a 2022-es parlamenti választás idején a guruló dollárokat, vagyis a tiltott külföldi támogatásokat saját kampányaikra használták. Ezért a DK-t, a Jobbikot, a Momentumot, az MSZP-t, az lmp t és a párbeszédet együttesen 261 millió forint büntetés megfizetésére kötelezték, ugyanakkor további 1,4 milliárd forint kapcsán a NAV még mindig vizsgálódik. A magyar nemzet korábban arról írt, a külföldi támogatások valóságos aranybányát jelentettek a Bajnai Gordon nevével fémjelzett Datadat cégcsoport számára, a pénz nagy része ugyanis a Mindenki Magyarország a mozgalomtól a datadathoz vándorolt. Tudtuk, hogy bennünket nem csak megfigyelnek, lehallgatnak, közénk ügynököket, kémeket építenek be. Márkizai Péter azzal védekezett, szerinte ő minden egyes elköltött a leszámolt, tiltott kampányfinanszírozásról szó sincs, a pénzeket ugyanis adományokból, felajánlásokból kapták. Az ellenőrzés pedig csak azért történhetett, mert a mindenki Magyarország a mozgalomban, mint fogalmazott, kémek vannak. Soha a magyar rajtam kívül senki nem számolt el olyan nyilvánosan, átláthatóan és részletesen minden egyes kampány költésével, amelyeket közösségi adományokból finanszíroztam. Még júniusban is érkezett az Action for democracy több mint 400 millió forint. Az állami számvevőszék és a NAV ezután a kijelentés után, illetve a titkosszolgálatok nyilvánosságra hozott jelentése után kezdett nyomozni. A baloldal bukott miniszterelnök jelöltje egy interjúban vallotta be, hogy dollármilliókat kaptak az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül az Egyesült Államokból a 2022-es választások előtt és után is. Később a titkosszolgálati vizsgálat derítette ki, hogy összesen több mint 4 milliárd forint érkezett külföldről a baloldalhoz. A NAV már korábban ebben a Vécsei úti irodában is házkutatást tartotta a tiltott pártfinanszírozás ügyében, ahol ügyész jelenlétében bizonyítékokat is lefoglaltak. Sajtóhírek szerint ugyanis Tordai Csaba ügyvédi irodájában papírozhatták le azt az összesen fél milliárd forintot, amit még Karácsony Gergely mozgalmának számlájára fizettek be, angol fontban és euróban. Később a párbeszédes Perj és Gábornál törökbálinti otthonában tartottak házkutatást, ugyanis a hatóságok kiderítették. Ő volt az, aki a főpolgármester mozgalmának számlájára befizette a félmilliárd forintnak megfelelő eurót és fontot. Nem tudom, hogy érkezett, de azt meg még nem, hogy kampányra. Hát én ezt most öntől hallom. Hol van az a négy milliárd? Én nem tudom. Bár a baloldali pártok azzal védekeznek, hogy semmit nem tudnak az amerikai pénzekről, az ÁSZ lényegében kimondta, az összeg tiltott támogatásként érkezett a pártokhoz. Ráadásul nemrég az is kiderült, hogy a pénz eredeti feladója az Action for democracy keresztül valójában Soros György volt.